Krisztus szeretetével köszöntök én is mindenkit, akik ebbe a mai Isten tiszteltünkbe bekapcsolódnak, és kívánom, hogy a mindenható Isten adjon vigaszt, reményt, erőt, megmegújuló hitet, és ezen a földi léten túlmutató élő reménységet. Ige alapigéjeként a jelenések könyve 5. fejezetének verseit olvassuk. Az első verstől így hangzik Isten drága igéje és láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecsétel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsem. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám, ne sírj. Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet, és hét pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében a vének között ott állt a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt, és hét szeme. Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő kezéből. És amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt, és arancsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket. Istennek minden törzséből és nyelvéből, minden nemzetből és népből, és királyságá és papokát tetted őket, ami Istenünknek és uralkodni fognak a földön. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül. Számuk tízezerszer tízezer, és ezerszer ezer volt. És így szóltak hatalmas hangon, méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény, mennyben és földön, a föld alatt és a tengerekben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a királyi széken ülői és a bárányé, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökön örökké. A négy élőlény így szólt, Amen. És a vének leborultak, és imádták őt. Mielőtt még bármit is mondanánk, szükséges, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy János Apostól betekintést kapott a mennybe. A mennyország valóságos hely. Ott áll az örökké voló Isten örök trónja, melynek támasza a jog és az igazság, és ez az egyedüli biztos pont mindannyiunk számára. Az egész univerzumban a látható és a láthatatlan világban egyaránt. Isten trónja megingathatatlan. Biztos igazodási pont az életünkben. A reménységgel kapcsolatosan, hogy mi is a reménység, a következő gondolatokat vetettem papírra. A remény egy olyan meggyőződéssel párosuló, pozitív irányú várakozás, mely során bízunk valami jónak a biztos bekövetkeztében, vagy egy rég várt és általunk szeretett személy megérkezésében. Gondoljunk csak arra a családra, akik azt a hírt kapják, hogy a háborúban eltűnt a szerettük. Gondoljunk arra a feleségre, aki éveken keresztül várja haza az eltűntnek nyilvánított férjét, vagy a gyerekekre, akik így várják apjukat, reménykedve várják. Talán naponként többször is kinéznek az ablakon, hogy érkezik-e, megjön-e, több filmben dolgozták fel ezt a várakozást és a megérkezésnek a csodáját, örömét. Ha egy másik képpel akarunk élni, hogy megértsük a remény üzenetét és jelentőségét, és hogy mit is jelent, elmehetünk képzeletben egy színházi előadásra. A nézők gyülekeznek, leülnek a nézőtéren, de a függöny még le van húzva. Várják az előadást, még nem látják a színpadi díszleteket, még nem látják a színészeket. De bizton várják, hisz megvették a egyet, tudják, hogy lesz előadás. És az, hogy valami történik a színpadon, a kiszűrődő fény, a függöny mögül kiszűrődő fény, tehát néhány árnyéknak a mozdulása jelzi, hogy lesz valami, jön valami. Biztos reménységgel várják, hogy fölgördül majd a függöny, és meglátják azt, amit várnak, és azokat, akik, akiket vártak megjelenni. A Biblia tanítása szerint az élő hit és a bizalom, a hit és a bizalom ugyanis összekapcsolódik. Annak hiszek, akiben bízok. És akiben bízom, annak szavainak hitelt adok, hiszek neki. Szóval az élő hit és a bizalom a Biblia tanítása szerint összekapcsolódik a reménységgel. Ezek elválaszthatatlanok. A zsidókhoz itt levélben következőképpen ír erről a Bibliánk, Zsíró 11.1-től. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Itt megállok egy percre. Emlékszem egy temetésre, a posom temetésére, amikor én hirdettem az evangéliumot, és megemlékeztünk az ő életéről, és mindenki szeme láttára egy nagyon zűrös múltból megtért életváltozáson ment keresztül, és azt mondták, az ott lévő késő visszahallottuk, hogy ezek tényleg hiszik. Ezek tényleg elhiszik, hogy van örök élet. Van feltámadás, van mennyország. Én azt gondolom, nem is érdemes másképp hívőnek lenni. Ha ez a reménység nincs bennünk, ha csak ebben a világban reménykedünk Krisztusban, a pál mondja, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta a halálból, mint az elhunytak első zsengéje, és mi is feltámadunk úgy, ahogy ő feltámadt. Így folytatja a zsidókozét levél 11.2-től az írás, ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúbizonságot a régiek, azaz megtapasztalták hit által az Isten munkáját, hogy ő cselekszik. Ugyanis a hívő élet nem tapasztalatoktól mentes vak hit, hanem bízunk az Istenben, és az életünk különböző területein, a család életben, a munkában, a kapcsolatokban, egészségügyi dolgokban is megtapasztalható az Isten valóságos munkája. Hitáltal értjük meg, folytatja, hogy a világokat, a világokat, a láthatót és a nem láthatót, Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatóból állt elő a látható. A római levélben Pál 8. És 22. versétől így szól a reménységről, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez idáig, de nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Szentlélek első zsengét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkba, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal, kitartóan, megállva a hitben várjuk. Ha felolvasod Ige szakaszban, a reményvesztett állapotról is szól az írás. Nagyon szeretem a Bibliát. Nem szentimentális. Az embert embernek, az Istent Istennek mutatja be. Az embert törékeny cserépedénynek, esendőnek, szükségben lévőnek, vagy Luther mondta a halálos ágyán, mindannyian koldusok vagyunk. Az Isten pedig mindenhatónak, öröknek, rendíthetetlennek, szeretőnek, igazságosnak, irgalmasnak írja le. A reményvesztett állapot akkor következik be az ember életében, amikor a körülmények alakulására tekintve elveszíti a bizalmát az ígéretet tevőben, nem bízik már abban, aki tette neki az ígéretet, vagy abban, hogy a reménnyel várt esemény bekövetkezik. Úgy érzi, túl sok időt telt már el ahhoz, hogy bekövetkezzem. Vagy az események, amik zajlanak, ellenkező előjelőek, mint amit várt. Más történik, vagy máshogy történik, mint ahogy remélte. Salamon, a világ legbölcsebb embere, a bölcs király, így fogalmazza ezt meg a példabeszédek 13-12-ben. Nagyon tanúságos. A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet. De a beteljesült kívánság van élet van, az életnek fája. A magyar nyelv a remévesztett állapotot nagyon képiesen fogalmazza. Ez a szó, hogy kétségbe esés írja le a reményvesztettséget. belezorni a kétségbe, beleragadni a kétségbe, kétségek között tépelődni. A felolvasott szakaszban szintén egy kétségveségből fakadó őszinte reakcióról olvasunk. És ez döbbenetes, mert gondoljuk csak el, hogy a Teremtő Isten tróntermében járunk, ahol egy társulalkodó kinevezéséről szóló okiratot ad át a mindenható. Egy erős angyal teszi fel a kérdést, ki arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit, majd a következő történik de sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abban, és nagyon sírt, amire János. Mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Milyen őszinte az apostol. Gondoljunk bele, ő írt ezeket le. És őszintén leír, hogy összetörtem. Beállt a mennybe, látja az Isten világát. Hallja a hatalmas arkangyalnak a szavát és mégis összetörik, nem azt és nem úgy látja a mennyben, ahogy nem élte, és a várt, ahogy várta, és leírja magáról, hogy mindez a mennyei látomás közepette összetört a lelkem, sírtam, azt mondja, nagyon sírtam erősen, sírni kezdtem. Nem baj, és nem vétek, és nem bűne, hogy eljutunk eddig a pontig, ha az összetöretésnek ilyen mélységeit átéli az ember. És az sem baj, hogy a kétség támadnak benne. A baj az, ha ezzel egyedül maradunk. Ha nem a reménység forrásához, a hit fejedelméhez és szerzőjéhez, Krisztushoz fordulunk segítségért. János egy korabeli királyi okiratot látott, kívül és belül teleírva, és a király, hét pecsik, király hétszer lepecsételve. Az ilyen okiratok hitelességét az ókorban két dologgal biztosították. Az egyik, hogy kívülre pontosan ugyanazt a tartalmat írták rá a tekercsre, mint amit tartalmaz belül a tekercs. Hogy össze vetni a titkosító kulcsal, mint ahogy ma a modern informatikában vannak titkosítva az információk. Hogyha két kulcsot összevetjük, akkor lehet bizonyítani, hogy az átvitt jel sérülésmentes. Az ókorban ezt így oldották meg. Kívül és belül ugyanaz van írva. És aztán olvasztott fagyúba belenyomták a király pecsétjét, és így zárták le az okiratot, melyet csak az arra jogosult nyithatott fel. Itt pecsétből hét is van, a teljesség a tökéletesen lezárt és hiteles állapotát mutatja az okiratnak. teremtett lényeg közül senki nem tudta felnyitni a pecsétet, és nem tudott belépni abba a társalkodói pozícióba, mely, akinek a feladata az lett volna, hogy a történelem kerekét tovább billentse a végkifejlet felé. Sem a mennyei angyalok, sem a bukott lények, de az emberek világából a hatalmasok közül sem volt senki, aki jogosult lett volna arra, hogy csak, csak átvegye, hogy beletekintsen ebbe a tekesbe. János sírt elkeseredetten sírt, és látta, hogy senki nem méltó hogy felnyissa a tekercset, és végig gondolta, hogy mi lesz a reménységünkkel. Mi lesz a hívők reménységével. Mi lesz azzal az, az országgal, amit várunk az örök élettel, ahol nem lesz fájdalom, gyász, jaj kiáltás, ahol Isten letöröl minden könnyet a szemünkről. Hát ezért éltem, ezért küzdöttem, ezért szenvedtem, vállaltam hosszú évek során a... A számüzetést, a börtönt, de Isten soha senkit nem csap be. Az Istentől reménység nem vakhit, és nem a vakhitből ered. Ezért nem csal meg bennünket. Az emberekben való bizalom legyenek azok bármi hatalmasok, előkelők. -elők, vagy magasan képzettek is elő vagy utóbb összetörik. Hány életcsalódás szól erről? Házassági vállások, kapcsolati konfliktusok, orvosi műhibák, nagy emberek, hitelesnek tűnt emberek bukásai, vagy az saját életünkben való csalódások, mind-mind beszélek erről. Salamon így ír, az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az úrban bízik, az oltalmat talál. Az emberekben csak is Istenre néze bízhatunk. Mit is jelent ez? Imádkoznunk kell a bennünket kezelő orvosért, hogy Istenben bízzon, és tőle nyert bölcsességgel végezze a kezelésünket. De így kell gondolnunk a döntéshozókra is. Könyörögnünk kell értük, hogy Krisztus megismerve az Isten lelke által nyert bölcsességből fakadjanak az általuk hozott határozatok. Hasonlóan szükséges, a saját magunkért is így imádkozzunk, hogy az Úr Isten kegyelme segítsen józanul a tőle nyert bölcsességgel élni az életünket, és vezetni az életünket. De gondolhatnánk tanárokra, gondolhatnánk a munkai vezetőkre, kollégákra, és folytathatnánk a sort az értük való könyörgés fontosságára. János lelki összetöltsége és kétségbeesése közepette, hall egy hangot és lát mozdulást a mennyben. Így olvastuk, ekkor a vének közül egy, akik ott voltak Isten trónja körül, így szólt hozzám, jegyzi föl, ne sírj. Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hétpecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva és hét szeme. Az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. Ezek a nesi szavak nem üres tehetetlenségből fakadó gondolatok. Nem is üres frázisok. Olyan valaki mondta ezeket, aki jól ismerte azt, aki egyedül méltó arra, hogy a könyvet, és bevégezze, teljesen véghez vigye a megváltás művét, és a megváltás által szerzett örökkévalóságba, bevezesse az Isten népét. Több képet is használ a felolvasott szakaszban János, amit most nézzünk meg. Győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid utóda. Egyértelműen ószövetségi és a messiásra vonatkozó proféciák ezek, melyek az evangélium tanúsága szerint Jézus Krisztusban beteljesedtek. A názáreti Jézus az, aki büntelenül halára ítéltetett, ami vétkeink miatt kellett elszenvedni a kínhalált a kereszten, hogy nekünk, akik hiszünk ő benne, bűnbocsánatot szerezzen. Töltelmi tény, hogy megölték, de harmadnapon feltámadt, diadalt aratott a halál felett. Kifizette a bűn büntetését, lefegyverezte az ellenséget, a sátánt, és megszabadította a benne hívőket a bűn és a halál és a sátán fogságából. Több mint ötszázan találkoztak vele feltámadását követően. Nem kettő vagy három tanú volt erre, hanem több mint 500 ember, aki a 40 napig a feltámadása után, míg a földön járt, találkoztak vele. Aztán azt olvastuk, ott állt a bárány, olyan volt, mint akit megöltek. János nézte. Ez a názareti, Ez a mester. Azt mondja, olyan volt, mint akit átszegeztek, mint aki szenvedett, mint akit megöltek, ami megváltunk, aki a bűneinkért vállalta a halált, a bárány, az áldozati bárány, olyan volt, mint a názareti. A názareti ács, az Isten fia. Hét szarva volt, ez egy kép, a Bibliában a szarva hatalom szimbóluma. A hetes szám pedig a teljesség jele, a héberben egyébként is héber gondolkodásban a számoknak szimbolikus jelentősége van. Mit is jelent, hogy hét szarva, hogy tökéletes, mindenható hatalommal rendelkezik? Isteni hatalommal rendelkezik a feltámadott Krisztus. Hét szeme, az Isten hét lelke, így ír róla, János így látta, és egy kép természetesen nem hét szeme volt, hanem ez egy kép, így próbálta megfogalmazni a zsidó gondolkodásmóddal. A hetes szám, ugye. A teljességet jelenti, a szemek pedig a tudást, az ismeretet. Krisztus ismerete mindenen átható, minden tud és mindent lát. Megtévezhetetlen. Belrendül az ember szíve, minden gondolatomat. A tettei mögött lévő motivációk legapróbb resztülését is látja. Hú, melyikünk, aki tökéletes lenne? És milyen csodálatos, hogy senkinek a földön ilyen hatalma nincs. Ilyen mélységben az ember senki nem ismeri, csak ő. Mégis soha nem él vissza vele. A fuldoklónak mentővel dob. Kinyújtott kezével béke jobbot nyújt az embernek. Megmenteni akar. Tudom ki vagy, mégis szeretlek. Tudom, hogy töréken vagy, ezért jöttem, hogy megváltsalak. Ki állt az életed. Ki állt a harcod, a reménytelenséget, a megváltásért, a segítségét, eljöttem. Nem kell mondanod hogy semmit, ismerlek. Jobban, mint te magadat. Mégis szeretlek. Miért egyedül ő? És új éneket énekeltek -e éppen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjét. Mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És királysággá és papokká tetted őket a mi és uralkodni fognak a földön. Megölettél. Ő az ártatlan a bűntelen Jézus. Irántuk való szeretetből adta oda az életét. Értünk és helyettünk a kereszten. Véreddel vásároltad meg őket, vagy más fordítás szerint véreddel váltottad ki őket. Honnan? a bűn és a halál hatalmából, hogy többé ne uralkodhasson rajtunk sem a vétek, a céltévesztés, az Isten nélküli állapot, sem ezáltal a halál, és ezeken keresztül pedig az ördög. Jézus vére kifolyt, de miért is tette? Miért vállalta? Ő maga mondja ezt, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne ne vesszen, hanem örök élete legyen, és figyeljetek, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön, megmeneküljön a világ, és benne egyenként mi ő általa. Kinyújtotta a kezét, bedobta a mentő övet a fuldoklónak, királysága és papokát tette őket, olvastuk, a megváltó Krisztus egy új népet, a benne hívő közösségét és gyülekezetét nevezi így, akiknek küldetését is leírja az ő gyülekezetéhez tartozók az új papság, akik vele együtt uralkodnak is az eljövendő örök országban. Ez az új nép, mely a nemzetek között él, és ott az Istentől kapott küldetését hivatott betölteni, de egy és oszhatatlan. Krisztus gyülekezete, az egyetemes egyház, azok közössége, akik élő hittel bíznak egyedül Jézus Krisztusban, az Isten fiában, mint megváltójukban. Megtapasztalták Isteni kegyelmét, és ez hálára, dicsőítés és magasztalásra indítja az ő szívüket a menny királya felé. Mit tehetünk? Pál apostol, amikor egy férfival, egy katonával beszélget, aki feltette a kérdést, mit tehetek? Mit tegyek most? Hogy menekülhetek meg? Pál azt mondta, higgy az Úr Jézusban, bíz benne, és megmenekülsz mint te, mind a te házad népe. Milyen erős dolog, amikor egy férfi megtér. Milyen hatással tud lenni az egész családra. Milyen nagyszerű dolog, amikor belép az élőhit és a kegyelem egy családba. Milyen csodálatos munkát képes végezni. Imádkozzunk egyszerűen és őszintén, ahogy egy beteg gyermekért aggódó apa imádkozott, amikor Jézushoz ment. Nem tudtak segíteni az emberek. Jézushoz vitte a gyermeket és kérte tőle, hogy segíts, ha van mit tenned, ha tehetsz valamit, tégy valamit a gyermekemmel. És erre azt mondja Jézus, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Belehasítottak ennek a férfinak a szívébe ezek a szavak, szembesült törékenységével. És nagyon őszintén és egyszerűen imádkozik. Hiszek, segíts a hitetlenségemen. Az imádságról oly sok gondolatunk lehet, mint hogy az Istennel kapcsolatban is. De talán éppen erre az őszinte imádság lenne szükség. Hiszek, segíts a hitetlenségemen, ments meg. És Jézus nem késlekedett, nem csak a fiút mentette meg, hanem az apát is. Feltámad benne a hit, a remény és a bizalom. Te mit válaszolsz? Elmondod, Hiszek Uram, segíts a hitetlenségemen, ments meg. Te lehetsz a következő. Mint ahogy én is átéltem, és sokan már, 2000 év óta százak, ezek is milliók tapasztalták meg Isten szeretetét és kegyelmét, a megmentés csodáját, a hitreutás és a remény csodáját. Te lehetsz a következő. Csak imádkozz egyszerűen. Jézus hiszek benne, benned Isten fia vagy, de... Nem tudom megmenteni még ezzel a saját hitelmese magam. Segíts rajtam. Adj hitet és reménységet. És megnyílik előtte a menny. Amen.